Sziasztok! Sziasztok! Folytatjuk az Uncharted sorozatunkat. Már be sem mutatom, hogy kik vagyunk, mert felesleges. És előre fogunk szólni, hogy elkezdünk szerintem hosszabb részekkel operálni. Mert hát a kettes érettségi matek szintemmel kiszámoltam, hogy ennek sose lesz vége akkor, hogyha fél órás részeket csinálunk, úgyhogy lehet, hogy egy picit hosszabb részek lesznek. Aztán lehet, hogy lesznek megint majd olyanok is, hogyha, tehát arra akarok lyukodni, hogyha esetleg mondjuk egy chapter vagy egy fejezet úgy hozza ki, akkor lehet, hogy befejezünk egyet mondjuk megint fél óránál, vagy kicsit többnél, de az is lehet, hogy elmegyünk egy óráig. Igen, kicsit logikusabban fogunk haladni olyan szempontból, hogy inkább történetvezetési szempontokat nézünk annál, hogy hogy haladunk a részekkel, nem pedig feltétlenül azt, hogy fél óra legyen és kész. Igen. Hogyha azt követeli meg egy fejezet, hogy hosszabb legyen egy órás, akkor úgy lesz. Tehát magyarul most például biztos, hogy ezt az olasz fejezetet ezt végig fog játszani. Ez biztos, aztán meg lehet, hogy még folytatjuk is. Igen, aztán ugye ott hagytuk abba, hogy megyünk a Power Roomba, jól emlékszem. Igen, az edzőterembe megyünk. Igen, edzőterembe, így van. És itt láthatjuk, még mindig csodálatos ez a naplementés, aztán majd nem sokára lemegy a nap is. De talán így a legszebb ilyen naplementében ez a pálya. És itt most már közeledünk eléggé az edzőteremhez. Igen, azt hiszem itt van a tetején ennek az épületnek. Direkt úgy tették, hogy gyönyörű kilátása legyen, hogy emelgetik a súlyokat, akkor szépet lássanak közben. Igen. Hát ez mondjuk itt a teteje, tehát ugye itt most nincsenek még súlyok, de ott lent van egy ilyen teljesen magán edzőrész. Igen, itt látjuk, hogy az egyik biztonsági őr az most szünetem van és megy be edzeni. Igen. És egy szervertermet tettek az edzőterem fölé, mert hova máshova tennék. Igen. És szerintem menjünk is leedzeni. Igen, most ki is ürült a szoba, úgyhogy ha itt szépen kikúsztunk, akkor mehetünk is le. Azt még nem teljesen értem, hogy... Jaj, nem egészen ezt akartam. Vagy lehet, hogy csak így lehet leülni? Azt hiszem, csak így. Mint a vicc, tudod, amikor nem is tudom, hogy van a malackol helyett, nem tudom, a tárgyai járt, és akkor mi azt kiejtetted? Kus, így szoktam letenni, vagy nem tudom. Valami ilyen vicc. Ó, ez itt egy jó rész lesz. Igen. Itt ugye majd időre kell kinyitnünk ezt az ajtót. Telefonáltam egy pár közelit. Igen, és el kell vágnunk az erőt. Tehát, hogy most nincs idő edzeni. Igen. Mert keresztbe fognak sétálni Raffinióék. Igen. Itt láthatjuk, hogy ugye Sam felvette ezt a pincérruhát, amit még az előző részben ugye ott leütött egyet és behúzott az ajtón. Igen, és ugye az a tervük, hogy kikapcsolják az áramot, ugye ez Nathannek a feladata, és akkor Sam a pincérruhában észrevétlenül oda mehetett a kereszt mellé, és azt elveszi, amikor sötét lesz. De most éppen megy a bidelés, a licitálás a keresztre. Igen. Úgyhogy Sullynak be kell avatkoznia. Igen. Volt az a híres ember, aki rengeteg aukción vett részt, az Osama Bin Laden. Na jó, elnézést, ez nem. Ettől elhatárolódom, ezt nem igazán értettem. Na, akkor most siessünk, akkor kell valami kiissuk az ajtót. Igen, és akkor közben folyamatosan megy ugye az aukció, azt lehet olvasni, és nekünk sietnünk kell, hogy el ne vigyék az orrunk elől a keresztet. Igen. Most kíváncsi leszek egyébként, hogy itt van-e más megoldás, hogy mindig ugyanaz van csak. Szerintem ugyanaz van. Te emlékszel, hogy hol találtad? Itt, igen. Ja, hát itt igen. Is valamelyik ajtó mögött, már nem emlékszem, hogy melyikből, akkor valószínűleg ez volt. Itt még több dolgot ki lehetett volna nyitni, de hagyjuk. És akkor szokásos kis nyomogatás. Button smashing. Na, megjött az öreg bidding nagybetűvel, ez a neve. Egyszer hallottam egy ilyen elméletet, hogy azért van a PlayStation exkluzív játékokban ilyen sok nyomogatás, hogy minél hamarabb tönkre menjen a kontroll és újat kelljen venned, és hogy ez így ki van adva. Ugye a God of War-okban is rengeteg volt, és hogy így ki van adva az exkluzív játékok készítőinek, hogy itt nyomogatós részeket kötelező beletenni. Szeretem, amikor valaki mindenre már összeesküvés elméletet gyárt. Igen. Tudnék GSO kommentelő nikkeket mondani, akik feltétlenül mögött az elmélet mögött állnak.
A kedvencem az, az még mindig a egyik kedvencem, amikor amikor bejelent, ugye a Windows ugye upgrade-je magát 10-re. De mi is volt, hogy, hogy mire is mondta a kommentelő, hogy azt hiszem arra, hogy ezt bizonyos ideig upgrade-elik. Ugye? Azt nem sokára eljön az idő, ugye, amikor már ugye pénzért. Aha! Már megint a pénzet, ott szóval, hogy, tehát, hogy annak se örül, érted, hogy kijön egy úszó, érted, egy operációs rendszer ingyen. Igen. Nem, nem, nem. Ez nem így hogy képzelik? Hogy csak egy ideig. Na igen, közben pedig lekapcsoltuk az áramot, elloptuk a keresztet, személyek ellopták, és ugye Rafinho meg tudja, hogy mi állunk mögötte. De, de tehetetlen, mert itt a helyi biztonsági szervezetek ugye nem az ő emberei, tehát hogy, igen. Hogy nem tud pattogni nagyon. Na és akkor itt léptünk is fejezetet, most már hetediknél vagyunk, de hát azt mindenképp megcsináljuk, mert ugye ez itt a menekülés lesz. Igen, igen, és csak azért jövök el ide, hogy este, beestedett közben, amit felvezettem már, és így is nagyon szép természetesen. Na akkor menjünk. Akkor most itt egy, ez lesz az első nagyobb ilyen lövöldözős része játékba szerintem. Eddig, mintha nem is lett volna. Nem, eddig nem nagyon volt, igen, én igen, is igen. Úgy emlékszem, és igen, itt lesz. Meg, meg talán nem is a lövöldözés lesz itt, ami ilyen nagyon előtérbe lesz helyezve, hanem főleg ez a bujkálás. Hát az elején még igen, de aztán azért a vége felé már elég sokan lesznek. Itt, itt mutatjuk meg, a, vagy itt kapjuk meg a rendszert, ugye talán AC-hez lehet hasonlítani kicsit, hogy ugye szokásos, hogyha föltöltődik az a dolog, akkor észrevesznek, illetve először csak sárgán, akkor még csak igen. Arra felé. Akkor valami nem... feltűnik nekik, hogy valami nincs rendben, és megvizsgálják azt a helyet, ahol megláttak téged, de ekkor még el lehet előrébb bújni. Igen, hát az kicsit viccesen szokásos, ugye, hogy ha elsétálunk, de is meglátnak, akkor ugye ott még ha egy pillanatra tovább megyünk, ja igen, és ez is ilyen AC és kicsit ugye, hogy ki lehet irántani az embereket. Igen, ez már volt talán az előző részekben is, Uncharted-ban is. Egyébként van, amikor elkapják a lábadat, tudod, és nem esnek tovább. Tényleg. Neked nem volt olyan? Nem. Nekem egy csomószor. Lehet, csak, lehet csak hardon van. Lehet, hogy csak hardon van, igen. Na most ki fog derülni. Én moderate-en játszottam, de ez is moderate. Na igen, és ott volt ez a pirosas, narancssárgás jelölés, hogy ekkor észrevettek. Kérdez, megmondom őszintén, hogy itt ezt a részt... Na. Nem, nem ezt akartam, mindig is jó. Szóval itt ezen a részen, itt elsőre valahogy én mindig megszívom. Amikor a saját játékomat játszottam, akkor is ugyanez volt. Na, ezt akartam. Így. Igen, azért az bujkálás, ez kicsit ügyetlen, de hát meg lehet bocsátani ennek a játéknak, mert... Nem ez a fő része, tehát ebből azért viszonylag keveset kapunk. Jajjá. De nem rossz azért esetet igazából. Nem, nem. nem rossz, persze, csak ez semmi, ez nem kimagasló. Ahhoz igen. Képest, hogy a történet, a látvány, meg a mászkálós részek, meg a gondolkodós részek, azok kifejezetten tényleg első osztályúak. Néha ez... nem egyértelmű, hogy merre kell menni számomra. Vagy nem, legalábbis nem volt. Hát igen, ösztönömet követtem és mentem. De ez nem is baj egyébként, tehát én örülök neki, mert ugye annyit beszélünk arról, hogy most minden játék már ugye annyira fogja a kezedet, hogy nem igaz. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy itt azért nagyon el kellett tévedni, de inkább egy minimális figyelés. Azt hiszem talán azért nagyon nem is lehet eltévedni, ugye úgy van, hogy járkálhatsz körbe-körbe, vagy van egy jó út, amin mehetsz, meg van egy, amikor bele, találkozol az ellenfelekkel. És akkor őket ki kell kerülned. De itt is például megtanítja, hogy a magas fűben minket nem vesznek észre. Igen. És itt is használhatjuk ezt a ütésfajtát. Ami vicces, hogy itt működik az, hogyha meglátják, hogy lerántasz valakit, akkor is, hogyha csak gyorsan pillanatra látják meg, akkor is tovább mennek, ugye, hogy csak besárgulnak, szóval ez vicces. Ó, itt közben elment a net. Nem baj, nem kell nekünk most net, hogy fölvegyük a... ezt az epizódot, úgyhogy... Úgyhogy ez nem okoz nekünk problémát. Igen. Aki tudja, hogy a Take-home-nál hol lehet bejelenteni azt, hogy minden nap elvegy a netem, az www.jemocsárjékuk. Köszönjük szépen. Okay. Bejelentette, hogy még mindig nincs. Vagy igen. Újra megint nincsen. Igen. Hogy... most nem tudom, hogy jót csinálok ezzel, hogyha itt erre megyek. Hát, ha valamerre tudsz menni, akkor nem lehet rossz. Vagy igen. Valahogy igen. Így na, van arra kell menni. Arra kell menni. Itt közben lehet ezt látni. Nem biztos, hogy innen. Hogy itt mennek az autók, de most akkor lehet, hogy lemaradtam róla. Tudod, itt ilyen repesztenek el a milliómosokkal. Ja, igen, menekülnek? Igen, igen, a, ugye a balhé miatt. De lehet, hogy most lemaradtam róla, de pedig itt, amikor én játszottam, de lehet, hogy csak most nem figyeltem, mert ugye... Lehet, az is csak hardon van. Ja, ez most egy jó jelenet. Igen. Itt megkapjuk az első kis boss harcunkat. Vagy hát nem is tudom, hogy ezt lehet-e annak nevezni. De van egy-két ilyen jelenet a játékban, és ez... ez lesz az egyik közülük, amikor egy ilyen zárt területen egy kötelező
harc van. Minden amit... maszkot fel lehet dönteni, ez vicces kicsit, hogy összetöri a... Ja igen, itt a relikviákat itt összezúzzuk. Igen. De minden esetre én ezt tényleg, ezt ami jön, ezt én azért nevezném olyan szempontból boss harcnak, hogy így megérkezünk egy lezárt területre, és akkor egy ellenféllel kell küzdenünk majd. Igen, igen. Azt nem tudom egyébként, hogyha én fölvettem ugye, amikor játszottam hardon a kincseket, akkor azok most itt nem lesznek már meg, ugye? Azt hiszem nem. Mert hogy tehát ugye ha egymás után játszod, akkor biztos, hogy hogy meg lesznek azokat, tehát hogy akkor már megkaptad azokat a trofikat, vagy igen, a treasure-öket is nem szedheted fel. Igen, újra. Azért mondom, itt párhuzamos játéknál nem tudom, hogy van. Egyébként szerintem, amikor ez a csaj éppen kedves, ugye, én még mindig nem tudom, most már tovább játszottam a játékot, de ahol én tartok, ott még már tudok dolgokat, hogy ő miért segít a fén, de azért még azt, hogy esetleg lesz-e a karakteréből egy fordulat, azt nem tudom. De egyébként itt nem tök helyes, tehát igazából amikor éppen így van felöltözve, meg mosolyog, meg ilyenek, akkor nem egy ilyen kemény ízének tűnik, hanem egy egész helyes. De azért mondjuk jó ki van gyúrva. Ja. Na és tényleg, akkor most találkozott Nathan először vele, amennyire tudjuk. Még nem találkoztak, igen. És akkor... Tudja, hogy kiről van szó nyilván, meg a csaj is tudja nyilván, hogy ő kicsoda. De konkrétan még nem. Igen, mert tudja, hogy nálunk van a... Hát nem konkrétan nálunk, de hogy a mi kis csapatunknál van a kereszt, úgyhogy ezt ki akarja verni belőlünk. Itt egyébként ugye valószínűleg nem lehet nyerni. Igen. Én se tartom valószínűnek. Mert hát ugye tudjuk, mi már tudjuk, hogy hogy fog alakulni a történet, meg a események innentől. Úgyhogy ezért mondjuk azt, amit gondolunk. De hát meglátjátok majd ti is. Meghalni minden esetre biztos meg lehet. Meg lehet? Szerintem meg. Tehát szerintem úgymond ki kell tartani, és az a feladat, hogy ne halj meg. Én a B-specifiket nyomtam, amikor játszottam, úgyhogy most nyomok egy disznót, jól szok. Na. Kicsit, mint a Indiana Jones. Igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy Indiana Jones-os válasz, hogy igen. A relikviáknak a múzeumokban a helye. De mondjuk lezúzunk éppen mindent, úgyhogy nem nagyon foglalkozunk az ilyen kisebb értékű dolgokkal. Jaj. Azért nem gondolom, vagyok benne biztos, hogy meg lehet halni itt, mert gyakorlatilag látható, hogy most is semmilyen blokkolási lehetőség nincs. Na jó, de legalább ő is megemlíti ezt, hogy itt sok dolgot összetörnek. Hát nem tudom, lehet akkor igazad van és nem lehet meghalni. Még ezt kicsit furcsának találom. De látod, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtam kiblokkolni. És itt meg már vége is lesz szerintem. Igen. Igen. Szóval azért mondom, hogy... Akkor nem, akkor tényleg ez így egy teljesen előre beállított volt az egész. Jó boss harc volt. Igen, hát akkor nem nevezném ezek után annak. Én azt hittem, hogy meg lehet halni, és egy az a lényeg, hogy kihúzzuk egy ideig, de hát... Fi, lehet, hogy neked sikerült valahogy... Lehet, moderétan meg lehet halni. Ja, igen. Igen, itt már egyre nagyobb a káosz, most tudjuk meg Sally-től, meg Sam-től, hogy menekülni kell, mert hogy már egyre nagyobb erővel keresnek minket. Igen. Na. Ez is egy olyan ugrás volt, amit én ott nem volt egyértelmű még elsőre, úgyhogy itt át lehet ugrani, mert azért szép nagy volt. Igen, igen, tehát hogy így bőven benne volt a dologban az, hogy lezuhanunk. Igen. Viszont amikor ezt megláttam, akkor tudtam, hogy történni fog valami. Igen. Na és ott van Sam. Igen, aki nem túl jól céloz. Ellenben viszont nagyon jól dob. Igen. Igen, tehát ez így furcsa, hogy az egyik nagyon jól megy nekem, a másik nem, de nagyon nagy bizodalma van Nathanben, hogy így kapaszkodva elkapja a pisztolyt, amit így adok neki. Na pedig ez már, na azért. Csak a fejes. Kezdjük is újra, ha valamelyik nem az lesz. Igen, egyébként ez érdekes nagyon, amit most is láttunk, hogy ugye Sam volt az, aki lelőtt az egyiket, hogy elég hasznosak a társaink. Tehát beszéltünk arról, hogy nem zavaróak, tehát hogy nem veszik őket észre, meg nem rontják el nekünk az egyes dolgokat.
hogy nem bukunk le miattuk, viszont jól is, de jól is harcolnak, tehát hogy azért bőven benne van az, hogyha valakit nem tudunk mi megölni, vagy pedig valaki másra figyelünk, akkor ők kinyírnak egy-két ellenséget. Hát én egy-kettőt, tehát én azt mondom, hogy persze ez is, ugye én hardon játszom, nem tudom, hogy így mennyit segít moderéten, de én azt mondom, hogy hardon, mondjuk ha van 6 ember, akkor mondjuk egyet ölnek meg belőle. Hát kb. Igen. Egyet-kettőt, én is ezt vettem észre, de hát azért az is nagy segítség. Jó, persze, igen. És van ez a Marquez-nek, nem is csináltuk, ugye, hogy így be lehet jelölgetni az ellenfeleket. Egyébként ennek akkor használt én ebben a játékban, hogy nem látom. Én nem használtam, egyetlen egyszer nem használtam. Hát annyi értem van, ugye, hogyha most elnézek balra, akkor is mutatja jobb oldalt, ugye a kis picike kis íző, hogy ott van valaki. Ez majd későbbiekben egyébként hasznos lehetne, hogyha az ember akarja használni, meg mondjuk hardon lehet, hogy hasznos is, mert ugye a leges legvégéig a játéknak majdnem az összes küzdelem az megoldható ilyen bujkálással. Igen. Tehát, hogy mindig magas fű van, mindig van víz vagy valami, amivel el lehet bújni. Igen. És akkor hasznos, hogyha mit tudom én, ott van 8 vagy 10 ellenfél, akkor be tudod őket jelölgetni. De anélkül is megoldható, meg a tűzpárbajok is élvezetesek, úgyhogy nem feltétlenül nem feltétlenül kell bejelölgetni, hanem lehet velük simán küzdeni. Igen, okay. Észrevettek. Hát igen, mert most annyira beragadtam oda. Na. Na még visszatérve arra, hogy mennyire segítőkészek a társaink, azért hát az itt nagyon béna a fedezék, nem akar bemenni. Nem, mert tudja, hogy ott az Lukas is átlőnek. De nem a izére akarok bemenni a fedezékbe, nem ide akartam, hanem ide, miért ne tudna ide? Nem vagy tudom. Vagy ide. Sötét van és félt. Ja, értem. Szóval a társaink azért az egy nagyobb segítség, mint más játékokban, ahol mondjuk csak járkálnak utánunk, és van fegyverük, de nem képesek megölni senkit, tehát ahhoz képest nagy segítség. Persze, hát arról beszéltünk is, igen, hogy még ha csak nem is az, hogy lelőnek valakit, de már az is, hogy nem tök hülyék, tehát nem akarnak bennem, igen, már beszéltünk, igen, hogy nem az van, hogy ideges vagy, hogy mi lesz velük. Jaj, hagyjál már. Meg ugye mondtam, hogy én például a börtönöset, ugye amikor szemmel megszöktünk, én például azt úgy csináltam, hogy én egyetlen egyet nem lőttem. Tehát ott csak a társaim voltak azok, akik kinyírták a ellenfeleket. Igen, igen, azt mondtam. Na. Itt van fönt egy. Igen, ezért könnyebben halnak az ellenfelek a hardhoz képest, kevesebb lövés kell nekik nyilván. Itt azért a hardom, amikor 6 lövés is kell valakivel. Most mondanak nekem, hogy csak én voltam béna, vagy pedig tényleg nem lehet visszadobni a gránátokat. Nekem se sikerült visszadobni, és időben nem is próbáltam. És ami viszont nekem a legnagyobb hiba eddig a játékban az, hogy valami miatt, nem tudom, feltűnt-e neked az, hogy nagyon lassan vesz be bizonyos mozdulatokat. Tehát értem ez alatt, hogy... Ja, és a kedvencem, ha a fedezékbe vagy, ezt mindegy, nem kellett volna, de elbambultam. Ha fedezékbe vagy, és mondjuk dobják a gránátot, tudod, és tegyük fel, hogy a gránátnak a megérint a hatótávolsága, de nem halsz meg, csak picit sebződsz, de na és így meglök picit. Akkor kiugrasz a fedezék meg. Igen, hogy nem guggol vissza a fedezékbe, megőrülök ettől, lehet, hogy csak én vagyok szörszalasokató, de szerintem ez nem jó. És azt élek, hogy mondjuk tegyük fel, hogy megnyom az újratöltést, tehát most mutatok valamit, itt vagyok a fedezék mögött. Aha. És be akarok menni a fedezékbe. Na, pillanat, csak előbb. Belé még ereszt egy kis olmot, szuper. Tehát itt vagyok a fedezékbe, most várok egy picit, hogy nem meghalljak. Itt vagyok a fedezékbe, és mondjuk újra akarok, és itt vagyok. És elkezd újra tölteni, nyom a fedezéke, most érdekes, most csinálta. Ja, hogy a újratöltésnél neked nem szokott beállni a fedezékbe? Ez érdekes, hogy most megszakította. Én megmertem volna esküdni rá, hogy nem szakítja meg. Na, nekem megszakította, tehát én tudtam olyat, hogy muszáj volt beugrani a fedezékbe. Hát akkor... Nekem, igen, azt én is tapasztalom, hogyha megsebződsz gránát miatt, akkor kiugrik a fedezékből. Hát ez egy ilyen beállítás, tehát ez... Lehet nevezni ezt egy kicsi élethűségnek, de hogy nem tudom, tehát hogy... Én azt értem, hogy kiugrik, csak utána, amikor már elmúlik ugye az a szédülés pillanat, akkor miért nem ugol vissza, csak ennyit? Hát, mert hogy akár menekülhetnél is, akkor meg tudod, azért zavaró, hogy miért ugrik vissza, tehát tudod, ez helyzetfüggő, hogy melyik az, amelyik nekünk jó vagy rossz. Ami engem nagyon zavar az, hogy a gránátot én nem tudtam visszadobni. Tényleg lehet, hogy én voltam a béna, és valahogy vissza lehet, de a játék nem mondta, hogy melyik gombbal lehetne, és én meg ha próbálkoztam, nem sikerült. És a háromba vissza lehetett dobálni a gránátot, és az nagyon nagy segítség volt. És itt rengetegszer volt az, hogy azért haltam meg, mert beesett mellém egy gránát, és kimenekültem a fedezékből, mert visszadobni nem tudtam, és lelőttek. Igen.
És engem ez nagyon zavar, hogy egy olyan dolgot vettek ki, ami egy előző rész már benne volt. Tehát, hogy ez ott nem volt zavaró, vagy ez zavart valakit, hogy van egy olyan megoldás, amivel nem halsz meg. Tehát, ezt nem igazán értettem, hogy ez miért került ki a játékból. Most én rámegyek erre direkt, hogyha a legközelebb dobnak egy grántot, akkor meg tudom visszadobni, úgyhogy pont ráállok, és tényleg a... Csak mivel tudnád visszadobni, érted? Hát a... Nem, jó, azt nem tudom, de... Csak már belegondolsz, hát tudod, valamelyikkel től, nem emlékszem, azt hiszem három szöggel lehetett. Na hát akkor itt is az. Nekem azzal nem sikerült. Tehát, hogy ugye van, amivel tölt, van, amivel kiállsz a fedezékből, van, amivel ugrik. Igazából a háromszög talán az, ami maradt is használhatod, de nekem azzal nem sikerült. Igen. Na mindjárt visszérünk ugye oda, ahova kell, de itt még azért lesz egy pár pillanatunk. Itt pedig a szerintem erre a részre ikonikussá váló gurulós láda, ami mindenhol van. És mindenhol ugyanúgy néz ki. Egy kis tudással, igen. Hát kétfajta láda van, az egyik az ez, aminek van fogója és nagy kereke. Meg van az, amit meg minden irányba tologathatsz, ugye az a kisebb láda kisebb kerekekkel, és ugye azon ilyen bevásárlókocsis kerék van, hogy ugye minden irányba elforog. Igen, igen. Hello! Ez jól néz a szöveg alatt. Igen. Elég kreatívak az ilyen stealth skill-ek. Igen, igen, ezek abszolút azok, igen. Uzi van nálad, hogy felvettél valamit? Most Uzi. De hogy ez a palinek milyen jó reflexe van? Hát de nem. Ne nézd már meg, ezt nem lehet előni. Ő, bezzeg neki. Az szép volt. Na itt egy gránát. Igen, csak most meg fog halni. De, na erről beszélek, látod milyen, láttad ezt? Na most ez, háromszor nyomtam meg körülbelül a fedezék gombot és nem állt meg bele. Mert tudod, ha egymástán túl gyorsan nyomod, akkor meg gurul. Azzal gurul, vagy az X-el? De hát nem gurult, az se gurult, mert ha ott gurult volna a falba, akkor azt mondom, hogy túl sokszor nyomtam meg, de az se volt, hanem állt, mint egy barom. Egyszer ugrott. Hát igen. Egyébként mindig hogyha egy stealth-ben látsz pár embert, hanem mindig többen vannak az a fedezékekben. Azt tudom, igen. Tehát az, hogyha egy harcnál például azt választjuk, hogy mi bujkával szedjük le őket, akkor ugye sokkal kevesebb embert kell elintézni, mint lövöldözve. Tehát lehet, hogy ugyanannyi ideig tart, mint ha rögtön elkezdenénk lövöldözni, viszont jóval kevesebb emberre kell odafigyelnünk. Én problémát vett fel, hogy elfogyott először. Mennyi bunyózni? Az öklöd is épp olyan hatásos, mint a pisztolytöltények, úgyhogy... Ez így van, csak azt a fős embert kéne valahogy kizárni a képből. Még igazából itt van, itt kell lenni, ezt kerestem. Jó. Hát akkor most csak még egy vagy két ember van. Szép. Ennyi. Aha, ott van parába egy kis izé. Nem, még van egy, hogy hogy átvilágít a falon? Igen. Neked ez a bug edition. Tényleg minden részben találunk valami apróságot. Igen. Én nem is győzöm elégszer elmondani, hogy nekem ilyenek nem voltak. Ezeket szedd föl, mert azért még lesz rá szükség. Persze. Most még nagyobb fegyvered, ilyen második fegyvered még nincsen, igaz? Nem, az most nincs, igen. Aha. Na. Akkor itt egy kis színpadi belépő. De ez is például annyira jól néz ki, hogy nem a kezén csúszik, hogy egy csomó játékban van ez, és hogy leégetni a bőrt róla, hanem igen. Hogy így tényleg a pisztollyal. Igen. Mondjuk ez egy túlzó jelenet, egy kicsit, de nem, ez egy vicces. Mennyi esély van erre, nem? És pont megérkeztünk, de egyébként tökéletesen ilyen 90-es években akciófilmes jelenet ez. Igen. Hogy így véletlenek sorozata folytán bekerülünk az akcióba pont oda, ahol akartunk, és pont a testvérünk mellé, vagy a társunk mellé mindig. Na ez volt Hardon az első idegesítő rész, és megint nem álltva fedezik a megedzem. És ott van egy jó kis soti, igen. És egy már két fegyverünk van, ugye jobbra-balrával tudjuk állítgatni, hogy melyik legyen nálunk. Igen, újra is töltöm, ne akkor kelljen, amikor... Mondom, újra töltöm, valami nem stimmel ma. Most is, amikor megnyomtam a gombot már egyszer, itt egy gránát. Uh-huh. Lehet túl sokat nyomogattad, már a kontrollert is adnak van baja. Lehet. Ez a fránya PS exkluzív játékok. Ő! Na jó, hát ez... Hát ezt nem hiszem. Ez gyönyörű volt. Így bekorcsolyázott háttal.
A Lucio. Ugyanez jutott eszembe. Pont overwatchoztunk ezelőtt, úgyhogy azért. Igen, és Andre Lucióval nagyon jól tud menni, és ugye pont görkor is, és ugyanígy csúszkál, mint ez a testőr, vagy biztonsági őr. Vigyázz, mert onnan oldalról lehet, hogy belét tudnak lőni. Szép. Már csak egy ideges ember van, van egy gépfegyőrös. A jégszabrat szét tudod lőni? Vajár pillanat, erősítés van. De itt ezt a jégszabrat, pont itt van előttünk. Jó, oké, megcsinálom. Úgyhogy beáll a fedezőkbe. Király. Hát ez nem volt. És az asztal is összeomlott. Nem Naughty Dog lenne, hogyha nem lehet mély naposokat. Az az emberben nem a bögyömben. Egyébként a fedezékeket is nagyon szépen szét lehet lőni. Mondjuk az általában neked rossz, mert ugye, hogyha bebújsz valami faláda mögé, akkor azt nagyon szépen szét tudják nem, szedni. Ő az, aki már órája szórakozik. Na végül. De nézd meg itt is a kőfalat, hogy szétlőtték. Gyere. Jó. Szép. Vigyázz, már csak két töltényed van a parában. Igen. Ebben sincs sokkal több. Azért moderéten az a shotgun elég OP, de ezért hardon azért ez is olyan, hogy három lövés kell. Igen, nagyon-nagyon erős a shotgun, csak ugye az a probléma vele, hogy közelről kell használni. És igen. Nem túl sok életed van, még moderéten se. Tehát hogyha két gépfegyveres zárótüzébe kerülsz, akkor azért elég hamar meg tudsz halni. Igen. Elvigyem Uzit, hogy helyette? Hát elviszem. Uzit? Aha. Na, én annyira nem szerettem. Jobban szerettem a pisztolyokat, mert pontosabbak. Most szem, útba vagy. Vigyázz, hogy szerintem még él. Oh, ez szemtökös gyerek, csak így kirohant. Igen. Jaj. FPS-be tudod az Easy Reload a négyzet. Uh-huh. És ezért tudod, amikor ezt csinálom ilyenkor, akkor loadolni akarok reflexből. Tényleg a háromszöggel meg reloadolsz. Igen, azért mondom, hogy... Hát akkor tényleg nem tudod szerintem visszadobni a gránátot. Még azt tudom elképzelni, hogy valamelyik kurzornak a lenyomásával. Hát de attól még, mert amúgy az a reload, attól még az képes lehet a játékra, hogy olyankor az... Á, jó, persze, csak általában olyanra szokták tenni. Na, menj! na, dob vissza. De most nézd meg! Nézd meg! Na most ez annyira bosszantó ez. Hát most mi volt ez már megint? Mindegy. Majd visszanézzük. Nem csak az a baj ezek a dolgokkal, hogy most én nem arról van szó, hogy nem bírom feldolgozni, hogy meghalok egy játékban, csak az, hogy ez teljesen a kizökkenti az embert a játéknak az élményéből, mert nem azért haltam meg, mert rám rontottak oldalról, és akkor legközelebb okosabb leszek, hanem beragadtam a francba. Ez nevetséges. Tiszta AC hangulatom volt, ott volt mindig ez a beragadás, nem tudod, hogy valami föl akart mászni valamire, tudod? Igen, ami... igen. Na már csak az egy ember van? Igazából meg se kell őket ölni. Nem tudod itt mindjárt. De az csak egy idő után lép életbe, azt hiszem. Most. Lépett. Lehet akkor közelebb kellett jönni, nem tudom. Viszont akkor ne pazarold a skúlót, hanem akkor menjünk. Hát de úgyse lényegtelen, mert chapter végén úgyis. Most az életelőn feltöltődik. Meg már úgyis csak négy töltényed van ebben. Korán porit. Még jó tuzizom még. Hoppá. Lehet futni kéne. Inkább fuss, gurulj, búj gurulj. Most meghalnék egy lövéstől, majd most. Akkor most menjél most már. Még azt megölöm. Telhetetlen vagy. Telhetetlen kis tömeggyilkos. Na. Úgyhogy megvan a chapter. Szép. Kisebb bugokkal külszerezve. Lehet azért, mert elment a net. Tényleg. Azt persze nem hittek, hogy visszajöttem, sokkal fontosabb információ pedig azóta visszajött. De az kétszer kiírt, hogy elment. Igen. És akkor most folytassuk még szerintem, mert ugye azt beszéltük, hogy mert pont egyébként fél órán tartunk, tehát igazából, de... Hát most bejátszás van. Igen. Na most összefoglaljuk szerintem, mert úgyis átbeszéljük a nagyját, és az fog történni, hogy ugye... Hát vagy nézzük aztán úgy, ugye most kibont, ugye előzőleg az volt, hogy üres volt a kereszt, amit először találtunk, a diszmasz kereszt.
most találtunk még egyet. Igen, most nem csak viccelt, hogy igen, eljátszotta, hogy ez is üres, de nem. Hanem találtunk benne egy kis igen. papírocskát, és ugye ez Averynek, a nagy kalóznak a jele volt rajta. Meg valamilyen feliratok. Igen, ezt is most látjátok. Igen, hogy megbeszélik azt, hogy, az ugyanaz a szöveg van rajta, amit Jézus mondott ennek a Szent Dismasznak a kereszten. És ezen kívül még évszámokat találunk. Most jön az a rész, ahol még legutóbb tartottál és, és amit mondtál. Igen, igen, most ugye az a lényeg, hogy kiderül, hogy Rafinho jó helyen kereste a dolgot. Majdnem jó helyen, igen. De, tehát hogy Skóciában van, ottól eddig is sejtettük, csak pontosan nem tudja, hogy ott hol van, és ebből derül ki, hogy igazából hol kell pontosan keresni. Úgyhogy most tulajdonképpen közel menjünk az olasztán ballangjához, mert nekünk is oda kell menni, ők vannak, csak egy picit odébb ezt most fog elmagyarázni, hogy egy temetőben kell keresni, hát pont itt igen. A temetőben, ő pedig egy ilyen katedrális környékén ás főleg. Bár mondjuk lényegében jól csinálja, mert ja, mindegy. Igen, a katakombák azok végül is a föld alatt összefüggenek a... Mert ugye ők a Szent Dismasznak a katedrálisában kutakodtak évekig, meg a Rafinho még most is ott keresgél, viszont rájöttek, hogy ebben az üzenetben egy sírkő van megadva, amit meg kell keresni, hogy hogy néz ki, meg milyen felirat van rajta, és az is ott van, de nem a katedrálison belül, vagy nem ott a katedrális környékén, hanem ugyanazon a területen, egy kicsit arrébb, és ott viszont nem kerestek, mert úgy gondolták, hogy minek nézzék át a temetőt, csak sírok vannak. Igen. Így van, így van. Úgyhogy most megy a nagy öröm, hogy tudják, hogy hova kell menni, és hogy ott még Rafinho biztos nem találta meg, vagy nem találhatja meg, és hogy így megszerezhetik szemnek. Ugye igen, igen, és van ez Jézus kölyök is, akit az előbb írtak. Igen. Mivel én nem találkoztam, tehát ő benne van a múliba valószínűleg, de nem... Igen, igen. Nem, szerintem majd később bukkan fel, én ott gondolom, hogy majd a... játék második felébe valahol valamilyen. De kivel lesz majd a Jézus kölyök, hogy velünk az ellenféllel. Vagy egy teljesen önálló harmadik partit képvisel. Igen, milyen kis flip-flopja van. Nagyon jó. De hát ugye az kiderült már a Crash Bandicootnál, hogy ő nem annyira technikai zseni. Igen. Pedig rajta volt az egyik hordón, az egyik boros hordón 2013 volt. Tehát, hogyha ugye nem lehet tudni se, hogy pontosan milyen időben játszódnak az Uncharted játékok, de azt veszük már 2013-ban biztos, vagy azután. És ahhoz képest tényleg fura, hogy ilyen kis telefonkája van. Hát nem, szerintem egyébként illik hozzá, tipikusan olyan ember, aki szerintem annyi kalandondja van, meg minden, hogy valószínűleg nem azzal tölt az idejét, mint mi. Ilyen ember, akik elpocsékjuk az életünket, hogy a villamoson az e-mailinket olvasgatjuk meg a... Messenger üzeneteket nézzük. Ahelyett, hogy felfedeznénk a világot. Igen. Most ugye, most ez is egy nagyon fura dolog volt, hogy azt mondta, hogy valakinek vigyáznia kell a szemére. Igen. Pontosabban, hogy ki kell tartani, tehát hogy távol kell tartani a keep-out. Igen. Hát mert valami szemfertőzése volt biztos ugye a sok búvárkodástól, és igen. Ezt kell megvédeni. És ugye a szem meg ugye a nevében van, hogy ért hozzá. Uh-huh. Igen. Sebesülésekhez. Egyébként tök vicces, hogy olaszul a szemész az okkultista, ami ugye olyan ilyen okkultizmusa. Tényleg? Igen, mert én voltam sajnos 2006-ban egy kagylódara belement a szememben nyaraláson. Úgyhogy ott a olasz nemzeti egészségügynek a vendége voltam egy kicsit. Jó buli lehetett. Igen, hamis adatokat adtam meg, úgyhogy azt is tartozom az olasz államhoz, nem tudom hány euróval. És most ezt így elmondod világnak. Nem hiszem, hogy ez lekövet. Szerintem azonnal felnyomnak. Igen. Olasz hatóságoknál. Hát azóta mindig az örögök, hogy már többször voltam az Olaszországban, hogy egyszer határa lekapcsolnak, van egy ilyen bantid. Tényleg így mennél, és így látnál magadról egy 2006-os képet. Igen. Azért az érdekes lenne. Éppen nem volt sok, tehát valami... 1-200 euró, szóval egyébként... Hát na jó, de most már kamatokkal, mindennel együtt, inflációval. Ja. Ez igaz, most a 10 éve volt, úristen, tényleg belegondolni. Na, úgyhogy én a helyedben nem mennék arra a környékre. Na, úgyhogy új helyszín, és hát ez is csodaszép. Ugye Skócia, itt megkapjuk félig meddig ezt a havas területet, ugye itt még
Skóciában ilyenkor az időjárás az nem a legkellemesebb, vagy hát ki mit szeret. És itt is úgy van, hogy egy picit megpróbáltak tágabb pályákat csinálni, tehát itt is igazából itt most néz, egész sokáig el lehet menni fölfelé, ugye. Meg lefelé még őzek is vannak, meg mindenféle vadvilág. Igen. Tényleg itt tudja, hogy van. Pont ahogy kimondtad. Na akkor ez még nem volt meg nekem. Egy csodálatos üveg, minden otthon szétdísre lehet. És valami ezt kihagyta itt. És kút. Valószínűleg. Hát vagy a kalózok. Igen. Na és innen látjuk a katedrálist, ugye, amit folyamatosan bontanak Rafinhói. Igen, de még oda megyünk jobbra. Mi oda megyünk? Azt hiszem, igen. Igen, szerintem igen. Úgyhogy szóval közel van, de azért pont annyira messzebb, hogy azért nem látnak át, de... Igen, mert ugye nekik annyi információjuk volt, hogy utoljára Avery Skóciában látták, azról az utolsó hivatalos feljegyzés, és ugye a Dismas kereszt miatt azt gondolták, hogy a Szent Dismas katedrális kell nekik. Ami nem volt egy rossz gondolat, viszont kicsit nem gondolkodtak tágabb területen, hogy itt a környékét is átnézzék. Ami nekem kicsit furcsa, hogy 15 év alatt nem jutott eszükbe az, hogy egy 20 méterre menjünk már arrébb. Igen. Sírtem, nem, szerintem... Nem, körbe, ott jobbra felé. Szerintem is jobbra, csak azért nem mentem ott tovább, mert ott én nem tudok tovább menni. Ott? De... Hát, ja, igen, egy ugrálással, igen. Aha. Jó, igen, jó, ezt, igen, csak nem voltam benne biztos, hogy ez kell. Kicsit ez természetellenes az ugrálgatás, de... Igen, hát jó, mint a Prince of Persia-ban, amikor felmászol a falon ide-oda ugrálással. Igen, de ezzel a legnagyobb bajunk. Ez szép hívás. Igen, mert ugye felhívtuk Elenát a bejátszásban, és ugye ő még azt hiszi, hogy a tájföldi küldetésen vagyunk, ugye a kis búvár cégünkkel. Igen. De és itt ki fog derülni, hogy hiába ők a fő nyomozást azt ott a katedrálisban végzik, de azért már ebben azért nem is elkószálnak egy pár ilyen csapat, ilyen kis csapatokba, úgyhogy azért vigyázni kell. Igen, ugye ez a Shoreline, ez a Nadine-nek az ilyen kis magán hadserege, vagy nem magán hadserege, hanem bérelhető hadserege, és hogy ők már így kiterjesztették a keresést, és sokkal nagyobb területen próbálnak rálelni bármilyen nyomra. Igen. Itt kérlek elnézést azért, hogy én azt mondom, hogy néger, akkor ez egyáltalán nem pejoratív. Mert van, aki szerint már az. De... Tehát úgy értem, hogy tehát én azt mondom a színes bőrű helyett, de én azt nem úgy értem, hogy mint az I betűs verziója, ami már negatív, érted, mint mondom. Mm-hmm. Hanem én valahogy nem tudom, tehát szerintem az, hogy van egy néger származású, az szerintem nem egy... Ott egy gyönyörű szarvas, hogy kihozzalak ebből. Igen. De nem akarok kijönni belőle, tehát... Csak olyan borzasztó ez a világ, hogy igen, semmilyen tehát, negatív hogy az... nem akarsz azzal mondani, hogy valaki néger. Tehát az csak egy tény közés, tehát az nem egy negatív... Meg az ugye most, amit meséltem neked, hogy van a Blake Lively, nagyon szép szőke színésznő, aki a Ryan Reynolds felesége. Láthatatok például a Nadine csodálatos életében, amikor ilyen nem öregedett, meg ilyenek. Vagy a Gossip Girlbe. Vagy a Gossip Girlbe, igen, de azt mondjuk, ugye én egy részt sem láttam belőle, tényleg. Én se. Egyet se. De tényleg nem. Mi az a Gossip Girl? Na mindegy, de a lényeg az, hogy egy nagyon szép hölgy egyébként, érdemes megnézni. De tudod, hogy ez szexista, hogy azt mondod, hogy szép. Ja, igen, hát igen, ez így van. Igen, mert hogy én miért ilyen oldalakhoz éltem meg, amikor egy erős independent woman. Igen. De mindegy, de nem, ezt ő nem mondja magáról, tehát ez csak a... És a lényeg az, hogy kitett magáról egy posztot, hogy ő most a másik gyereküket várja a Ryan Reynolds-tal, és ugye a nőknek ilyenkor ugye előfordul, hogy felszednek egy pár kilót, ez is már szexista. Hát, de, igen. És föltette képet magáról, hogy nagy a feneke, és viccesen azt írta, ami egy rap dalnak a szövege, hogy LA face and Oakland booty, ugye a booty az a fenék szlengesen, és Oakland, meg ugye ott inkább a színes bőrűek laknak, és van, aki szerint ez rasszista kijelentés. Tehát azért, mert mindenki tudja azt, hogy tényleg jellemző a színes bőrű hölgyekre, hogy nekik azért szokott nagyobb fenekük lenni, de ez már valaki szerint rasszista. Tehát ez most ez nem normálisak az emberek. Bocsánat, csak nem találtam hitel a gombot. Igen, ebben azért nem jó belemenni, mert csak bosszantó. Tehát, hogy ez két dolgot szülhet az egész, vagy felidegesíted magadat azzal, hogy ez akkor is, amikor nem akarsz rosszat mondani, akkor már belemagyarázzák, hogy te károksz, meg hogy rosszat mondasz valakire, meg szexista, meg rasszista vagy. Vagy pedig valaki tényleg azt gondolja, hogy emiatt, mert azt mondod valakire, hogy néger, akkor te rasszista vagy. De hát
ezzel nem tudsz mit csinálni. Hát most egyszer valaki fekete bőrű, akkor ez egy teljesen igen. normális kijelentés arra, szerintem vagy kifejezés is, arra, igen, hogy igen, ez nem egy, nem egy, igen, ez csúnya. Lehet ez az utolsó rész az Uncharted gameplayből. Reméljük élveztétek a sorozatot. Tudod, a happy... Vagy csak más műsorvezetőkkel folytatódik. Igen, én most azért bújok, nem azért megőrültem, hanem mert egy robbanás ide vonzott ellenfeleket, csak nem értem, miért nem jönnek már. Aztán még először szét tudsz nézni. Ja, nem, lehet, hogy még egyszer kell nem, majd nem, robbantani. Nem, igen, még egyszer, igazad van, és itt még először vinni kell a... Vinni, jaj, megint rosszat nyomtam, itt még először vinni kell azt a... Azt, amit oda tudtam, a szokásos gurulós ládát. Az a robbanás annyira jól néz ki. Igen. Na ez a másik fajta gurulós ráda, ugye ez a bevásárlókocsis is keréke, amit minden irányba tudsz tologatni. Igen, és könnyebb tolni, mint egy bevásárlókocsit. Tehát igen. Ilyen könnyen egy ugye a Tesco-ba nem megyünk a... Hát nem nagyon. Kocsival. De hát mindegy. De mondjuk ez megint olyan dolog, hogy ha meg nehéz lenne tolni, akkor meg itt őrjöngenénk, nem, hogy jaj, ott jönnek. Azon a játék, úgy lenne hosszú a játék, hogy ezeket az ilyen kocsitologatós részek, azok ilyen negyed óra lenne, amíg így átolsz 5 méterre egy ilyet. Annyira nem figyeltek, hogy szerintem átudtam a tolni a ládát az elő. Nem, mert most már többen vannak. Ja, igen, igen. Robbanó hordó? Nem hiszem, de azt hiszem van egy-kettő. Viszont most őket is ugye itt vannak 5-en vagy 6-an, ha őket el tudod intézni bujkálva, akkor az sokkal hamarabb tudsz velük végezni. Megpróbáljuk. Szerintem mennyire logikus volt, hogy oda kiugrott. És semmi, és nem veszik ezt. Fiat, itt őt most el tudom kapni. Igen. Hop, már nem. De, jó, oké, nem figyeltek. Le fog most ugrani, ugye ez le fog ugrani szerintem. Nem, ő most ment föl. Vigyázz, mert lehet észrevesznek. Nem ugranom. Ja. Nem tudtam, hogy ennyire laza vagy. Félsz, hogy nagyon durva nyomom most. Vigyázz, mert ott vannak. Ja, az egyik a szem. Oké. Okay. Ja igen, és hogyha észrevesznek minket, viszont szem ott van a közelükben, akkor ugyanúgy elkapja. Tehát azért tényleg mindenképpen hasznos, igen. Hogy van egy ilyen társ. Ez nagyon jó kör volt most, pedig viszont. De vigyázz, még fönt is vannak, azt hiszem, szóval föntről is észrevehetnek. Hidd el, vannak fönt. Ja, az is nagyon jó, hogy mindig bejelentik, hogyha elfogyott az összes ellenfél, tehát nem kell attól, igen. Például most. Igen. Na, ez egy nagyon jó kör volt, pedig komolyan mondom, hogy... Amúgy van egy trofi rá, de ugye azt mondja, már nem csináltuk meg, hogyha senki nem vesz észre. A Skóciába, aha. Akkor ad egy trofit. Tényleg? De egyébként lehet, hogy sikerült, mert ott, amikor az előbb megtámadtak minket, az kötelező volt, igen. Igen, az kötelező igen. Volt. Hát akkor még jók vagyunk. Az meg nem számít, azt hiszem, észrevételnek, amikor tudod, szemből lerántod, és akkor sárgává válik. Az nem számít, szerintem a riadó számít annak csak. Igen. Na de hogyha egy riadó lett volna, akkor jöttek volna vagy 20-an. Igen, akkor van backup. Uh-huh. Amit be is mondanak, hogy backup van. Na mindegy, nem hiszem egyébként, hogy sikerülni fog ettől függetlenül, de... Achievementem azért viszonylag még sok van hátra. Hát attól függ, hogy nézzük, mert ha fejezet számít csak, akkor azt hiszem itt is 2 vagy 3 fejezet van ezen a területen. Jó, hát meglátjuk, de ott, amikor majd jövünk ki, ha tudjuk honnan, akkor ott rengetegen vannak, tehát azt nem akkor tudod, kivel sikerül. Csináljuk, ha tudod, mit a tudod hol, igen, akkor az nagyon. There. Come on, let's go. Ez is nagyon tetszik, hogy mindenhol meg van jelölve, hogy hol használtad a kampót. Ez az, hogy kikötötte oda föl. Igen. Hát a skót kalózok. Igen. Megjelölték az utat. Már most nem is ezt kell csinálni. Nem, oda. Ezt, igen. Nézzük meg, hogy Sam hogy csinálja. Nekem egyszer volt eddig, hogy a Sullyval mentem egy későbbi helyszínen, és ott volt egy olyan, hogy direkt néztem, hogy utána nem jött, és még csodálkoztam is, hogy mondom, mi van, mondom, hogy esetleg más irányba megy, ugye ez is lehet, majd viszont hirtelen ott volt mögöttem, az fura volt. Várjál, most onnan kell oda. Aha, ezt kell most használni. És ugye itt is az előbb közben beszéltek, hogy folyamatosan szívják egymás vérét, hogy ugye volt az, hogy a Olaszországban az első ilyen dobásnál Nathannek nem sikerült.
de most meg nagyon jól megcsináltuk, és akkor utána meg Nathan mondta is, hogy majd na, akkor nézem szem, hogy te ott csinálod, és hiába csináltam, hogy tökéletesen mondta neki, hogy ez elég ügyetlen volt. Igen. Na most meg kell várni. Tériszonyosok azért nincsenek jó helyzetben. Ja. Azért szerencsém neked tenni ilyen fantasztikus fizikai állapotban vannak. Igen, ezen gondolkodtam egyébként, hogy hogy Sam ugye 15 évet töltött börtönben. Mondjuk, hogy gyúrt. Igen, hogy jó, oké, de azért kicsit berosdásodhatott. Tehát azért így lengeni, meg ilyen falonmászás, azért csak nem tudta gyakorolni. Igen. Mert azért a felülések, meg a fekvőtámaszok nem helyettesítik ezt. Igen. Legalábbis gondolom, aki csinálja ezeket, az írja le, hogy... Aki 15 éve volt börtönben, és most néz minket. De most megint, mintha beragadt volna. Jó, mindegy. A körrel tudtam lefelé menni, de amúgy is kellett volna neki így oldalra menni, szerintem. Nem, ott már nem tudott tovább oldalra menni. Ezt tudod abból, hogy ilyen kellemetlenül topogott. Hogy ugye nyújtózkodna, ha tudna menni, de ha nincs semmi, akkor meg így csak így áll egy helyen. Látod, oda megyünk, jól működtem. Ja, igen. Don't jinx ez, ugye nem akarnak a LOL-la játszani. Igen, igen, igen. Amivel egyet tudok érteni, és vagyok egy nagy dolos. Én nem értek a mobákhoz. Én csak egyszerűen vagy unom. Próbáltam, de... Engem nem az én világom, én nem is játszottam velük. Hát nekem sem, csak annyian mondták, hogy próbáljam, hogy kipróbáltam, és igazából egy pár kör után nem éreztem, hogy annyira fontos nekem az a életemben, hogy jól játszok vele, és inkább akkor... Mm-hmm. Hopp, hopp, hopp. Nem, ezt tudtam, hogy csak arra voltam kíváncsi, hogy beére. Ja, aha. Mert emlékeztem, hogy ez így történik, csak azt hittem, hogy most olyan gyorsan csináltam, hogy nem fog ideérni időbe. Ezért nem kell félteni. Na, ott van egy robbanós hordó, szerintem az az. Az biztos, hogy az igen, az ilyen gázpalack. De ugye itt is meg lehet csinálni azt, hogy észrevétlenül. Ja, hát próbáljuk meg, aztán legfeljebb nem sikerül. Jó, itt vigyázz, mert balra fönt most tényleg volt valaki. Igen, ezt tudom, de itt nekem van egy módszerem, tehát én itt jobbról itt ki lehet őket szedni. Viszont itt lehet találni egy izét, azt hiszem, vagy lehet, hogy keverni másik helyszínnel. Itt van egy mestervészmuska valahol. Itt van. Aha, az igen. Vagy ez nem teljesen mestővész, ez a fél mestővész, fél izé. Tehát ezt nagyon szerettem. Ez jó tudsz. Ez volt egyik kedvenc fegyverem. Jó tudsz, igen. Mert igazából lehet vele távcsövezni. Igen. A fejlövés egyből öl, és több töltény van benne, mint a sima távcsövezben. Hát annyi, hogy testre nem egy lövésre, a mestővészen meg igen, de ezen kívül ez jaj. A mazur az milyen fegyver? Az mestelővész. Nézd, és biztos, hogy nem beszélsz, nem oda. Igen. Ilyen fogyi, izé. Igen, igen. Meg még itt lent jobbra is van, hogy nem jelölted be. Jó, hát ennyi. Szerintem ennél többen nincsenek is. De, még ott van egy jobbra. Most jön föl. Sőt, még egy távol is van egy. Nézd, ott van egy, meg ott. Ott. Hát tudod, mm-hmm. még egy össze. Igen. Azért vannak egy pár mint most. Jó, ezt ki lehet ilyen kapni nagyon egyszerűen, ezt az alsót, csak vigyázni kell, hogy ez a jobb. Hát ez annyira nem egyszerű, mert ugye ott figyelnek, ott vannak fent hárman is. Le kell menni a fűbe. És ott még az árnyéka is látszik. Itt mutogatok, hogy tudjátok, hogy oda mutattam, ahol az árnyék volt. Szép. Számoljátok meg, hányszor mondtam, hogy szép. És ha jól emlékszem, itt tanácsos, ezt leszedni meg közelebb itt. Uh-huh. És tanem, hogy le lehet rántokatni az ember. Csak vigyázz, mert ott pont az egyik piros sapkás az visszajött. Igen. Azok nagyon bosszantóak. Azt hiszem, a piros sapkások, akiknek nagyobb, vagy akiknek erősebb testpáncélja van. Hát ez még hagyján ehhez képest, de amikor a shotgunos testpáncélosok jönnek, akkor van baj. Túl távol van. Nem, azért lát az téged. Engem látod, a gyilkosságot nem ez érdekes, ugye, hogy, tehát, hogy most gyakorlatilag... Azt látta, hogy valami történik az egyik társával, de aztán eltűnt az a valami, és ott van a társa holtan, de... Igen. Azt ez semmi közöm hozzá, hogy ezt nem szervezett. Na, Józsi már megint alszik a munka közben. Igen. Na mindegy, nem engem fognak megbüntetni. Jó, igen, közben egyébként beszélgettek itt a thugok arról, hogy már a temetőt kezdik el átnézni.
Igen. A sorlájnosok, úgyhogy most sietnünk kell. Milyen pofont adtál neki. Még hárman vannak? Négyen. Most úgy emlékszem, hogy én ott szívtam meg, amikor Edő játszottam, hogy itt, mint balra lent is lenne valaki, akit nem jelöltünk be. Szerintem nincs, mert arról jöttünk. Hát de mondjuk onnan, tehát ott még hátrébről, ott még lehet. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Annyiszor tévedtem már, úgyhogy hagyj legyen igazam, hogy szerintem már nincs senki. Na, még egy ilyen kevesebb lesz most, szinte biztos. Uh-huh. Hopp, hopp, hopp. Jó, megint. Na, erről beszéltem. Na, nekem ilyen nem volt. Tényleg? Aha. Hát pedig egy csomószor van. És ők még észrevették, hogy a társuk ott lezuhant. Igen. De... Na jó, mondjuk még a lezuhanás az, ami lehet az, hogy tényleg lecsúszott meg izébe. Hát igen, de azért megnézném, nem, hogy... Hát jönnek, látod. Hát de nem sokáig. Az egyiket nem jelölted be. Igen, és beakadt ráadásul a másikba. Most viszont nem nézhetik egy másodpercet sem, mert ilyenkor másodpercet igen, is... Igen, hát menj körbe. Most vajon ők most így bebugzottak ott? Szerintem ők nem fognak onnan megváltozni. Látjátok, Sammy direkt így hozzáalapult a falhoz, a közeledtem. Na, az annyira király ezek az apróságok, az ilyen kis részletek. Igen. Ott van még egy, akit nem jelöltünk be. Ez az, megint tévedhettem azzal, hogy nincsenek többen. Majd vigyázz a kimenetellel, mert ugye igen. Ott van egy balra. Igen. Most ezeket hogy fogom elintézni, úgyhogy nem vesznek észre, hogy bebugzottak, mert ugye... Tehát ezeket lelőm, akkor el fogjuk veszteni az achievementet szerintem. Aha, hát nem tudom, most egyelőre menjél tovább, intézd el a többit, és akkor majd visszatérünk, ők addig itt majomkodjanak. Ja. Fantasztikus. És neki ez nem gyanús? Itt. Vigyázz, vigyázz, mert ott balra-balra ki fog jönni a csávon. Látom, látom. Nyilván nem fog észrevenni. Ezt le is tudom rántani. Aha. De, ó... A balos menjen vissza. Most, van. Most mehet. Igen. Szép. Nézzel jobbra, hát ha meghallottak valamit. Semmi, ezek ott maradtak. Jó, akkor ezt megvárjuk, hogy ide visszajön. Ja, nem tudok oda menni, az túl nagy. Nem, akkor nem baj, ha oda ment, akkor be tudsz menni. De várj, így se tudok átmenni oda? Nem. De majd be tudsz menni, mert itt a jobb oldaliak azok nem nagyon törődnek már veled. Ez igaz. Nincs már itt olyan, akit nem vettem észre szerintem? Ott van lent még egy. Hát de őt észrevettük. Szerintem, hagyj legyen igazam akkor most, már nincsenek többen ezen a négy emberen kívül. Oké. Okay. Ott vannak a végtelen cikluszba került droidok. Hogy támaszkodott ott? Láttad? Pihent a kis rohadék. Cigizett, nem? Nem tudom. Olyan volt, mintha ilyen füst lett volna. Azt hittem a szemre, hogy jelenemi. Jó, ezt én most megvárom, hogy visszajön a fűbe, mit szólsz? Jó. És akkor utána túl vagyunk rajta. Addig itt szagoljunk levendulát. Egyébként tovább is mehetek szerintem utána. Tehát hagyjam itt tökélet. Ja nem? Ja de? Ó, most elrontottam, most vissza kell másznom. Nem baj, visszamászunk. Figyelj, mert itt van közben a cig is. Na csá. A fél szerintem azokat, akkor én ott hagyom. Jó, persze, ne foglalkozz velük. Szerintem tovább lehet menni. Szerintem is, csak most mászhatok fel újra. A fene egye meg. Most szenvedjük végig ezt a körte. Ó, halló. De csak egy el kell, azt nem kell. Annyira szana széthagyják a fegyvereiket. Nem egy jó magánhadsereg ez. Most félnek, hogy most fognak észrevenni, mert itt elfoglalom. Aha, nem fognak. Szerintem mássz át. Azt tudod, hogy körbe mentél, amikor csak ott előre egyenesen el kellett volna jönni? Miért? Hát mert ott voltunk a túloldalon, és itt fel tudtál volna mászni, ugyanitt, ahol most felmásztál. Ja. Ja, úgy. Ja, de azért mentem körbe, mert abban reménykedtem, hogy esetleg lesz itt valami, tudod, valami alternatív ja. Út. Menj már. Annyira kelletlenül mászik most, nem nagyon akaródzik neki. Jó, szerintem már felmászhatsz, mert ezek nem érdeklődnek. Itt felmászott már, igen. Ó, egy Bartók. Ezt imádom. A 44. szimfónia. És ez ilyen aranyfegyver,
az a jelölőnyén jobb, nem? Uh-huh, azok az ilyen epic fegyverek, de azokban nagyon kevés töltény van, meg nagyon kevesen használják. Ó, kis mondta, hogy nem is pocsékoltunk egyetlen lőszert se. Na, és akkor... Már jó lett volna, ezeket beragadtak, nézzük, hogy mindig jelzik. Ah, persze. A következő csatánál észre lesznek, mint ők is átszaladnak majd. Tényleg. Na most is, ha jól emlékszel, itt pedig a Super Mario életérzés lesz, ugye? Most fogunk annál résznél lenni. Mire gondolsz? Amikor itt nagyon sokat kell csúszkálni, meg, és itt lesz még egy pár enemy, itt egy 3-4 darab ott vannak. Uh-huh. Időben hogy állunk? Megnézem. Bocsánat. 56, akkor azt mondom, hogy ezeket még kiszedjük. Aha. És utána akkor ezt a részt de tudjuk. Hát nem fejezet végnél, mert hát most az már nagyon sokáig tartana, de úgy, hogy egy ilyen igen. Befejezési pontnál, ahol azt tudjuk mondani, hogy akkor... Prick! Az tipikus brit. Brit. Ugye a... Ja, most nem mondhatom elő, ugye? Nem. Keressetek rá. Vagy ne, ne. Vagy ne, igen. Nekem a kedvenc angol káromkodásom, vagy ilyen szidásom az a fegött, ami tulajdonképpen a langyi. Igen. Tehát nekem azt hiszem annyira vicces szó, ez a Monty Pythonból tanultam meg, tehát ott nagyon szokszom mondtak egymásra ugye a szereplők. Itt hárman vannak, biztosan, aztán még azon kívül lehet, hogy itt a dombon túl vagy a csúcson túl még vannak. Hoppá, nem baj, igen. Legalább ide jön, igen. Ha csak nem ragad be valahol. De ezt nem biztos, hogy elmerem kapni, lehet, hogy ez már sok neki, hogy nem, most ez így jó. Ha bejön, akkor el tudod kapni egyébként, akkor nem. De most nem is foglalkozik velünk. Azért nem mertem kilépni, mert nem tudtam, hogy a felső hol van. Ez direkt csináltad most? Azt direkt csináltam, hogy bejelöltem, de azt nem tudtam, hogy pont megfordul megint. Mennyit szenvedünk ezzel a három ellenféllel? Na jó van, szerintem lőjük ki egyébként őket, mert így nagyon nem fogunk haladni. De na most. Későbbiekben majd szerintem azért, ahol lehet ilyen kisebb csatákat, azokat nyomjuk le. Persze, persze. Hát arra vagyok csak kíváncsi, hogy tényleg igazad van-e abban, hogy esetleg ez egy fejezet, és akkor utána... Mert azt még hallandó vagyok, hogy ezt a három... Ja, aha, úgy jó, úgy oké. Okay. Most ő kifelé fog nézni. Erre emlékeztem. Mehetsz. Le tudja rúgni? Szerintem le. Király. És akkor már csak egy van. Uh-huh. Ha már egy van, azt már mindig könnyű elintézni. Persze. Időben is tök jók vagyunk. Na csá. Na jó van, és akkor igazából akkor legyen az, hogy akkor itt most egy kis vágás, és folytatjuk holnap, vagy holnap után a 10 pontotokból. Itt most egy ilyen Super Mario értézés lesz, és közelebb kerülünk most a nyomozáshoz, most lesznek újra ilyen sztorisabb részek is, meg fejtörő is lesz nem sokára, úgyhogy igen. Következő részben találkozunk, sziasztok! Sziasztok!